Magyarország egykori kormányzójának 1993. szeptember 4-i újratemetésére emlékeztek Kenderesen. Az ország legfőbb közjogi méltóságát 1920 és 1940 között betöltő politikus portugáliai számüzetésben hunyt el 1957. februárjában. Felidézzük azt a kort is, amelyben a mai Magyarországot Horthy Miklós és az ő kiváló munkatársai kialakították, megalkották azokat az állami kereteket, amelyek között élünk. És van egy őszi aktualitása is ennek a dolognak, hiszen Horthy Miklós, aki a 20. század egyik legjelentősebb magyar politikusa, államférfia volt, úgy szerepet játszott abban, hogy a Habsburg dinasztia nem tudott visszatérni a magyar trónra 1921 őszén. Horthy Miklós és az akkor a két háború közötti időszak azért is fontos, mert Kenderes városa, illetve a nagykunsági térség, az Alföld nagyon sokat köszönhet a kormányzónak, Betlen Istvánnak, Teleki Pálnak, az ő munkatársainak, Klebersberg Kunónak, hiszen abban az időben épült iskoláink jelentős része, öntözésfejlesztés zajlott, gazdavédő intézkedések születtek. Tehát egy olyan kor volt, amelyben a magyar emberek az ország talpraállításáért tudtak dolgozni, és a háborút ugyan elveszítettük, az első világháborút, de a végét azt sikerült megnyerni. Végakaratában meghagyta, hogy hazájában addig nem helyezhetik örök nyugalomra földi maradványait, amíg Magyarországon szovjet csapatok állomásoznak. 31 évvel ezelőtt újra temetése több tízezer emlékezőt vonzott szülővárosába. Horthy Miklós jó érzékkel olyan politikusokat választott maga mellé országot vezetni, akik nemzeti érzelműek voltak, készek megtenni, hazájukért mindent, nemzetükért, és ahogyan őt sem, nem önös érdekek vezérelték. Horthy Miklós szerepe több mint 6 évtizeddel halála után is vitatott. De a Horthy képnek 67 és 31 év után is van még gazdagodni valója. Az emlékezés jogát tehát el nem veheti tőlünk, ezért össze fogunk jönni a 32. évben is, és így tovább, és így tovább. Az újratemetés 31. évfordulóján a Vitézi rend tagjai és a megemlékezők megkoszorúzták az egykori kormányzó sírhelyét a kenderesi családi kriptánál.